negyedik fejezetben eljutottunk egy olyan szakaszhoz, aminek az lehetne az alap címe, lehetne ez a különleges megfogalmazása, hogy a keresztény élet parainézisze. Nézek itt a gimisekre. Parainézis. De Kölcsei Kálmánhoz. Parainézis. Azt jelenti, hogy erkölcsi tanítás, etikai útmutatás. Az etika, az erkölcs az, amikor jót gondolok és meg is teszem. Tehát a jó cselekvésének a tudománya. Van egy másik paralel példa, ez is az érettség előtt állóknak talán nem haszontalan, egyébként pedig mindenki nyugodtan szívére veheti. Márai Sándornak van a Füves könyve. Javaslom mindenkinek elolvasni. Ahol megint csak tematizálva, végig sorba veszi azokat az életterületeket, életfeladatokat, amelyekre ad valamiféle útmutatást. Tehát parainézis, Füves könyv. És itt van az Efézusi levélben, a negyedik fejezetben valami olyan útmutató, aminek egyetlen egy summázata van, így kellene keresztény embernek lenni. Miért? Azért, hogy a Jób könyvében megfogalmazott igaz legyen, hogy gyönyörűsége vagyunk az Istennek, és nyeresége a többi embernek. Ugye? Gyönyörűsége és nyeresége. Ehhez képest azt kell, hogy mondjuk, hogy a keresztény élet, a mi hitéletünk, az többnyire elmélet. Szép gondolat. És ez bizony baj. Tudja-e valaki, hogy ebben a templomban most mennyi víz van? Nyilvánvalóan most nem arra gondolok, hogy mennyi víz van mondjuk a kedves jelenlévőknél, hanem hogy a vízpára, az olyan mennyi vizet tartalmaz, hogy a standard körülmények között 160 ilyen. 160. Tehát annyi víz van a levegőben, ugye itt 1200 köbméterről beszélünk, hogy 160 ilyen flakonnyi víz van. De azért a szomjas vagy, nem sokat segít ez a tudás, nem? Lehet, hogyha egy kicsit tovább maradunk, akkor még képesek lennénk ennyi víz társaságában szomjan halni. Mert ahhoz, hogy ilyen legyen az a vízpára, ahhoz koncentrálni kell, sűríteni kell, hogy ki tudjon csapódni. Ugyanígy van a mi szívünkben és gondolatunkban rengeteg tudás, amit megtanulunk, a bibliai igék, a bibliai gondolatok, amelyeket, hogyha mi szépen bemagolunk, de semmi gyakorlati haszna nincs, akkor tulajdonképpen olyan, mint a vízpára. Van is, meg nincs is. Ahhoz, hogy a szomjunkat oltsa, ahhoz koncentrálni kell, sűríteni kell, és erről beszél itt az ige. Elmondja Pál apostol, hogy minden, amit tanultatok, ha nem látható, ha nem tapasztalható, ha nem ízlelhető, akkor nem tud gyönyörűségére lenni az Istennek, és nem tud értékes, nemes dologgá válni az átlagembernek. Hogyan lesz a keresztény hitünk gyakorlat? Hogyan lesz a keresztény hitünk áldás? Hogyan lesz a keresztény hitünk gyönyörűség? És hogyan lesz nyereség? Kétfelé osztja Pál apostol. Először is elmondja, hogy hogyan kell a keresztény hitünket úgy megvizsgálni, hogy a saját hitéletünkben hitelesek vagyunk-e, és aztán átirányítja a figyelmet a közösségi hitünk hitelességére. Hogy hogyan lesz gyönyörűség és nyereség. Így fogunk végigmenni az igén. Hogyan lesz az én személyes hitem hiteles? Hogyan mutatkozik meg? Miben? Azt mondja Pál apostol, hogy elsőként is annak a keresztény hitnek van hitelessége, gyönyörűség Isten és nyereség az ember felé, amely hitben Jézus Krisztus a híró, a hős, a hérosz. Nem véletlenül mondtam ezt,
Mert Pál apostol kinek írta a levelet? Efézus belieknek. Az egy görög kolónia volt. Ott görög emberek éltek. És a görög embereknek, képzeljétek el, tele volt a házuk héroszok szobrával. Akiket most átvettük a héroszt, a görög szót, hogy az angolon keresztül, hogy hírók, ugye? A heroikusok, a hősök. Tele van a tévé, tele vannak a filmek, a streamingek, tele van vele minden a hősökkel.